szemben. De én azért vitatkozom, Zsolt. Mert úgy látom, hogy amíg kapitalizmus van, addig a bal-jobb ellentétpár van, értelmezhető, tehát nagyon leegyszerűsítem, ki az, aki a tőke, ki az, aki a munka, illetve a természet oldalán áll. De az már nagyon közel megy a klasszikus marxizmushoz és a kommunizmushoz. És akkor az, ami hát a kommunizmusról én nem beszélek, az, hogy ennek van marxista áthallása, valóban van, és ezzel mi a probléma? De azt egyszer megvalósították, és nem annyira sikerült jól. Hagyjuk már ezeket a marhasságokat, hagyjuk már. Marx tanaira alapulva, aminek hogy a legfontosabb eleme az osztályharc, hogy válasszuk ketté, nem válasszuk, szakítsuk ketté a társadalmat. Nincstelenekre és olyanokra, akiknek Zsolt, van. Oké, de ezen lendüljünk túl, mert ebben nem lesz vita közöttünk, mert erről én is azt gondolom, hogy ez a szétszakítás ma már hát finoman szólva ezen átment a történelem. A nagy termelő kapacitásokat még csak nem is Lőrinc tartja kézben, érted, vagy más ilyen neves nerlovagok, hanem a német, meg a koreai, meg az égtudja. Ők elsősorban a munkahelyteremtés szempontjából nagyon fontosak. Hagyjuk már ezeket a szövegeket. Én azt akarom mondani, a rendszerváltás utáni legnagyobb problémánk a munkahely. A munkanélküliség volt, és ezt ebben a multi kikerülhetetlenek sajnos. Talán észrevettétek, hogy a YouTube már nem helyezel reklámokat a videóink elé. Ez azért van, mert úgymond demonetizálták a csatornát. Ez azt jelenti, hogy nem kapunk reklámbevételt. Ez egy igen jelentős kiesés, ettől függetlenül természetesen továbbra is készítjük nektek a videókat, úgyhogy ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor ide kattintva megteheted. De most különösen fontos, és különösen köszönjük mindazoknak, akik a hobbista webshopban vásárolnak, mert ezzel most valóban azt segítitek, hogy tovább tudjunk dolgozni. Elkészült a legújabb póló, szerintem ez nagyon aktuális, békepropagandisták vagyunk, vállaljuk, hogy mi békét szeretnénk, bárhogy is támad minket ezért a baloldal. De persze egy csomó új és régi pólót, bögrét, törölközőt, táskát, sok mindent megtaláltok webshop.politikaihobbista.hu. Köszönjük szépen! Folytatódik a politikai hobbista, továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és igen, igen, a hír igaz, nem csak beharangozzuk, nem csak ígérgetjük, hanem itt van teljes húsvér valójában Schiffer András. Jó estét, szia! Jaj, de örülünk, hogy sikerült. Nagyszerű. Jól vagy? Abszolút. De azt el kell mondanom, hogy itt persze kaserolunk, meg görülünk neked, de alapvetően nagyon csalódottak vagyunk, és haragszunk rád. Na. Hát mert szóba álltál a Puzsérról. Hogy képzeled? Tehát egyszerűen hogy veszed a fáradtságot, hogy szóba állj emberekkel, aki anélkül, hogy előtte megkérdeznél minket, hogy beszélhetsz-e vele? Én veled is szóba állok. És ezt reklamálja a Puzsér? Például így van. Vagy hogy egyáltalán szóba állsz Fideszesekkel? Hogyan, de az, hogy én bejövök a Hír TV-be, az úgy fog lefordítódni, hogy én rendszeres vendége vagyok a Hír TV-nek. Így van, és pénzt kapsz érte. Közben még pénzt is kapok természetesen, majd a bankszámla számot, ezt fejből nem tudom, de majd megadom. Küld át SMS-be, megoldjuk. Nokiás doboz valami. Azt igen. Az egészben az a poén, hogy tudod, mikor voltam utoljára a Hír TV-ben? Egy évvel ezelőtt. Tehát az, hogy évente egyszer eljövök a Hír TV-be, ebből rögtön lesz egy olyan hír, hogy én rendszeres vendége vagyok a Hír TV-nek, főleg fizetett vendég, ne tegyük hozzá. Arról kvaterkázunk itt kötetlenül, hogy ugye amikor András Puzsér Róberttel beszélgetett egy alkalommal, akkor Puzsér nehezményezte, hogy ő egyáltalán szóba áll ilyen magunk fajta fideszesekkel, meg egyáltalán fideszesekkel szóba áll, és ezzel, erről azért érdemes egy kicsit komolyan is beszélni, mert nem most túl azon, hogy mit gondolunk a Puzsérről, nem sokat, spoiler, De hogy azért az milyen dolog, hogy ilyen, ilyen erkölcsi mérceként azt állítják emberek elé, hogy kivel áll szóba, és hogyha olyannal áll szóba, akivel szerinte nem szabadna, akkor elnye-benye dáda, és ezt nem a Puzsér egyedül. Ez 1992. Ez pontosan, ezt nem a Puzsér csinálja egyedül, ez egy politikai gondolkodás a mai ellenzéki térfélen, hogy meg akarják szabni, hogy ki kivel beszélhet, holott pontosan arról kéne szólni, hogy emberek mégiscsak beszélgessenek egymással, és persze ütközön a véleményük, ne értsenek egyet, ezzel semmi baj nincs, de hogy egyébként civilizált módon tudjunk egymással beszélni. De neked te ezt próbálod, de majd hogy nem Fehér Holló, vagy Fodor Gáborral talán, aki egyébként jövő héten lesz a vendégünk, csak szólok. Tehát
Szerintem nem lehet úgy normálisan létezni egy országban, sőt, tovább megyek, ebben lehet, hogy nem fogunk egyetérteni, nem lehet úgy normálisan kormányozni sem egy országot, hogy egy jól meghatározható része az országnak az nem az, hogy minden ízében tagadja a másik rész létjogosultságát, hanem egész egyszerűen el is kívánja magát zárni az ország másik felétől. Ezért mondom ezt a kormányzásra is, mert lehet bármekkora többséged egy parlamentben, kaphatsz akármilyen nagy felhatalmazást egy választáson, naponta hozol jogszabályokat parlamentben, kormányon, ahhoz, hogy azok érvényesüljenek. Hát olyan nincs, hogy az ország 100%-a, de mondjuk úgy igen jelentékeny többségének legalábbis a lojalitása kell, nem a hatalomhoz, de a jogszabályok betartásához, betartatásához. És ha ez hiányzik, ennek végső fokon egyébként a kormányzás minősége is, hát hogy mondjam, kárát látja. De visszatérve az eredeti felvetésedre, én ezt 20 évvel, 30 évvel ezelőtt is egy egészen elképesztő és számomra felfoghatatlan elvárásnak tartottam, hogyha nekem van egy politikai meggyőződésem, akkor azzal, aki attól 5 cm távolságra van már, azzal én ne álljak szóba. Az a helyzet, hogy én szélsőjobbosnak nevezett orgánumtól szélsőbalosnak tartott orgánumig mindenkivel szóba álltam az elmúlt években. Én ezen a jövőben sem kívánok változtatni, feltéve, hogy valaki kíváncsi a véleményemre. De te ezt megteheted, mert egyrészt nyilván az integritásod lehetővé teszi, másrészt nem vagy benne azokban hát ezt ugye, én nem szeretem ezt a szót, hogy szekértábor, mert olyan szerintem kicsit túl lett, hogy mondjam, el lett csépelve, de hogy ugye ma az van, hogy mindenki a saját nyilvánosságához beszél, és most nyilván én elfogult leszek, vagy azt fogják rám mondani, hogy elfogult vagyok, de ebben a baloldal azért több lépéssel előttünk jár, mert mi elmegyünk olyan közegekben, például ma este Ungár Péterrel fogok vitatkozni, egy abszolút nem az én, hogy mondjam, valószínűleg kevés rajongóm lesz ebben a térben, de mi elmegyünk ezekre a helyekre azért, mert azt gondoljuk, hogy a valóságról beszélünk, nyilván azt mondjuk, hogy nekünk van igazunk, de tudjuk, hogy azért tényleg a valóságról beszélünk, és lesznek, akik azért erre fogékonyak. Ők nem jönnek el hozzánk, mert azokat a sokszor ilyen teljesen ideológia vezérelt narratívákat, amiket tolnak, tudják, hogy jobb oldalról senkit nem fognak erről meggyőzni, viszont a sajátjaik annyira megharagszanak rájuk, hogyha szóba állnak velünk, hogy ezért nem teszik. Zsolt, ebben nagyobb részt igazad van, de azért ez úgy nem is az, hogy korrekt, úgy teljes a kép, hogy azért ehhez hozzátesszük, hogy miközben ebben van egy érzékelhető magatartásbeli különbség a kormánypárti és az ellenzéki hardcore között, tehát ebben így igazad van, de azért azt a magatartást, hogy most nem az újságírókról, meg a választókról, a szurkolókról beszélek, hogy hivatásos politikusként megengedhetem magamnak azt, hogy az ellenoldali sajtóval nem állok szóba, ezt a jelenlegi kormánypárt vezette be? Hát most nem akarom őket védeni. És Dom Veres az... János is lefejelte a Hír TV kameráját. Nem, most nem is ezért vagyok, nem azért vagyunk itt, de hát azért az ATV-ben rendszeresen bejárnak kormánypárti politikusok, a különböző ellenzéki médiumoknak nyilatkoznak, feltéve, hogyha megszólítják őket. Az ellenzék ugye nem jön be, sem ide, sem a magyar televízióba. A kormányinforról is bizonyos orgánumok, ellenzéki orgánumok konzekvensen ki vannak tiltva. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy miközben a magatartásbeli különbségben... Melyik ellenzéki orgánumok? Hát ez a Magyar Hang és egyebek. Arra hadd adjak egy rövid és... Tehát a Magyar Hang az nem hajlandó egyszerűen semmiféle kimutatást mutatni arról, ami Magyarországon is elfogadott, hogy hány lapot nyomtatnak, mit adnak el, mik a számaik. Ilyen alapon egy mezei vlogger is beülhetne oda, mert egyszerűen ők külföldön nyomtatják a lapjaikat, és eladnak 15 millió példányt hetente, és akkor így persze azt mondják, akkor milyen, és tehát egyszerűen semmilyen számot. Ha külföldön nyomtatott lapok nem mehetnek be, akkor senki nem mehetne be a kormányhoz. Egyes mértékadó, Telex, 444, 20, mindenki ott van a kormányhoz. De tényleg nem feladatom, hogy védjem a kormányinfót. Mondom, ahogyan például az Országházban folyamatosan szűkült a lehetőség, hogy nem is mondom azt, hogy ellenzéki, egyáltalán újságíró közvetlenül kérdést intézhessen képviselőhöz, miniszterhez, miniszterelnökhöz, ez elindít egy magatartás spirált. Én nem igazolni, én egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy helyes, vagy hogy a Puzsérnak meg ezeknek igazuk lenne, félre ne értsen, nem borondultam meg, de csak azt akarom jelezni, hogy a hatalom, most teljesen mindegy, hogy milyen színezetű, tehát aki fönt van,
az egy magatartás mintát is sugároz. És hogyha az jön le a választónak színezettől függetlenül, hogy a hatalom megteheti azt, hogy az újságíró meg az orgánumok között szelektál, hogy ezzel szóba állok, azzal nem állok szóba, azt nem csak mondjuk Gurmai Zita tekinti, mint ellenzéki képviselő követendő példának, hogy elfut Szarvas Szilveszter elől, hanem egy idő után az ellenzéki valóságmagyarázók, ellenzéki szurkolók is úgy gondolják, hogy az a normális, hogy mindenki a buborékjába beszél. Én ezzel nem vagyok hajlandó megalkudni, és ezzel soha nem is voltam így. Tehát például annak idején 2010 előtt TASZ ügyvivőként én rendszeresen, meg lehet kérdezni Kulcsár Annát, rendszeresen nyilatkoztam az akkori magyar nemzetnek, és ezt a világ legtermészetesebb dolgának tartottam. Azért a Gurmai futás az nagyon-nagyon szó. Elkovics Vili is megcsinálta újra, meg én is, meg még sokat. Tehát a azért Gurmai Challenge futás, azért a nagyon abból... picit árnyalnám a képet, tehát ez nem egy rendszerhiba, hanem egy világtendencia, és a politikától teljesen eltávolodva vissza a normálisabb szórakozásig, mondjuk a futballig, ott is sérelmezik a nagy sportcsatornáknak a riportai és újságírói, hogy a csapatoknak a vezetőedzői, meg a szakmai stáb már nem nagyon áll velük szóba, mert mindenkinek megvan a saját televíziója. Tehát annyira olcsó lett tévézni, meg újságot írni, főleg a mesterséges intelligenciával, meg az ilyenekkel, hogy mondjuk egy Liverpool TV az inkább a sajátjainak nyilatkozik, mint a Liverpool TV-nek nyilatkoznak a Liverpoolnak a tagjai, és nem pedig a Sky News-nak. Igen, csak Áron, akkor el kell dönteni, hogy melyik oldalon állunk. Tehát, hogyha érzékeljük a globalizációnak egy ilyen kinövését, tendenciáját, akkor most kritikusak vagyunk-e a globalizációval, mert hogyha kritikusak vagyunk, akkor ennek ellen kell tudni tartani. Ha viszont valaki globalista, akkor mélyen meg tudom érteni, hogy még rá is akar játszani egy ilyen létező tendenciára. Na ezért, akkor beszéljünk is erről a globalizáció kritikáról, mert tulajdonképpen inkább ezért vagyunk itt, mint hogy, de tök jókat beszéltünk eddig is, hogy ugye azt láthatjuk, hogy a globalizáció erősödésével a globalizáció kritikája is jelentősen megerősödik, ez valahogy egy természetes dolog, és azt is látjuk emellett, hogy a globalizáció kritika egyre kevésbé mutatható jobb vagy baloldalinak, a kettő egyre inkább összeér, tehát a globalizáció kritikusai akár jobbról, akár balról jönnek, illetve az innen és onnan jövők egyre több kérdésben gondolják ugyanazt, mondják ugyanazt, akár még a megoldáshoz vezető utat is hasonlóan látják, és a globalizáció haszonélvezői, működtetői pedig szintén már régességen nem mondható, hogy bármifajta jobb vagy baloldaliságot képviselnének. Tehát egyre inkább így polarizálódik a világ szemben. De én azért vitatkozom, Zsolt, mert úgy látom, hogy amíg kapitalizmus van, addig a bal-jobb ellentétpár van értelmezhető, tehát nagyon leegyszerűsítem, ki az, aki a tőke, ki az, aki a munka, illetve a természet oldalán áll. A változás annyi így a 21. századdal, vagy a posztmodern beköszöntével, hogy ezt a bal-jobb tengelyt, ezt keresztül metszi egy globális-lokális, egy globalista-lokalista tengely, ha úgy tetszik. De nem ez lett az erősebb mára? Nem tudom, én ezzel nem gondolkodtam el, hogy ez erősebb, mint a bal-jobb, mert a kapitalizmusnak azért van egy nagyon belső immanens törvényszerűsége, ami nagyon komoly érdekellentéteket is szül, és pont itt van az ebbe elhantolva. Attól, mert hogy valaki úgymond lokalista vagy nemzeti szuverenista, és ebből a szemszögből főként a kulturális kinövéseit a globalizációnak kritizálja, valójában nem hajlandó a mélyére hatolni a rendszernek. De erre a magyar kormány a legjobb példa, tehát hogyha Magyarországnak nem csak szavakban lenne mondjuk szabadságharcos a kormánya, hanem magát a globális kapitalizmust, mint rendszert kritizálná, nem csak ennek a kulturális vókkapitalista kinövéseit, nem az lenne a célja, hogy még jobban beágyazza ezt az országot a nagy globális ellátó láncokba, lásd, akkumulátorgyárak, most pont nem a természetvédelmi vonatkozásait szeretném idehozni, hanem a filozófiáját ennek a tervnek, hogy nem az a célja ennek a kormánynak, hogy egy lokalista fordulatot vegyen, és az országnak a saját termelő kapacitásait erősítse meg, hogy egy kicsit függetlenedjünk azoktól a hullámverésektől, ami a globuszt jellemzi, hanem még jobban ágyazódjunk be ezekbe az ellátólancokba. De hát pontosan ez nem globalizáció. És most szerintem most rájöttem valamire, no. És akkor lehet, hogy tényleg megvan még egy ilyen jobbal ellentét is, és nyilván beszéljünk erről, de hogy nem lehet, hogy
való, igen, a jobboldali globalizáció kritikusokat elsősorban a kulturális vonatkozás zavarja. Mert hogy ez a globalista gondolkodás, hogy nincsenek nemzetek, nincsenek fajok, nincsenek nemek, ez egyrészt nagyon zavaró egy ilyen hagyományos konzervatív gondolkodó számára. A nemzeti kérdésben pedig azt gondoljuk, hogy igenis nagyon fontos, hogy legyenek lokális gazdasági bástyák, vagy mondjuk erőpontok, de nem vonhatjuk ki magunkat a globalizáció valósága létezése mondod alól, te? Mert hogy egyszerűen ez egy olyan természetes, hogy organikusan alakult a világ, ment abba az irányba a világ, hogy a távolságok megszűntek, Kínával kereskedünk, Brazíliával kereskedünk, és ezek a kereskedelmi tevékenységek önmagukban nem rosszak. Tehát azzal önmagában... De önmagukban is rosszak, mert az ökológiai lábnyomot növeli. Hogy ne lenne rossz önmagában is, de hogy nem. Hát akkor, hogyha mondjuk olyan mértékben, olyan túlzásba esően, hogy nyilván fölösleges az, hogy napi szinten hozzunk ide olyan terméket Brazíliából, amikre alapvetően nincsen szükségünk. De a csilei cseresznyét, igen. Oké, tehát nyilván persze nehéz meghúzni a vonalat, hogy hol van ez, de meg kell próbálni. A globalizáció kritika az nem pusztán egy ilyen jelenség leírása, én úgy vagyok vele, hogy ez nagyjából az ezredforduló globalizáció kritikus mozgalmaihoz kötődik, amelyek kitűzték 2000-ben az ászlót, hogy lehet más a világ. Ezt én egy ilyen posztmodern baloldali ideológiának tartom, és ez nem pusztán a kulturális kinövéseknek a kritikája, sőt, elsősorban nem, hanem a rendszernek, tehát a globális kapitalista rendszernek a kritikája. De az már nagyon közel megy a klasszikus marxizmushoz és a kommunizmushoz. És akkor az, ami a kommunizmusról én nem beszélek, az, hogy ennek van marxista áthallása, valóban van, és ezzel mi a probléma? De azt egyszer megvalósították, és nem annyira sikerült jól. Hagyjuk már ezeket a marhasságokat. Szegény Marx éppen tegnap volt a halálának az évfordulója, az 1883-ban meghalt. A kommunizmust az 17-ben Lenin elvtárs próbálta szárba szökkenteni, tehát azért Marx, ott van egy idő. Marx tanaira alapulva, aminek hogy a legfontosabb eleme az osztályharc, hogy válasszuk ketté, nem válasszuk, szakítsuk ketté a társadalmat. Ez nyilvánvalóan ma már... És olyanokra, akiknek Zsolt, van. Oké, de ezen lendüljünk túl, mert ebben nem lesz vita közöttünk, mert erről én is azt gondolom, hogy ez a szétszakítás ma már hát finoman szólva ezen átment a történelem. Amit mondani szeretnék, az pusztán annyi, hogyha nem nézel szembe a magának a globális kapitalista és az utolsó, tehát a második szón is hangsúly van a törvényszerűségeivel, akkor a te kulturális vagy a te, hogy mondjam, nézett táborodnak a kulturális küzdelme az vízgerebjézés. Egyszerűen azzal kell szembenézni, és nem csak neked, hanem alkalmasint a derék progresszív, magukat őszintén baloldalinak gondoló progresszív identitás politikusoknak is, hogy az, amit ilyen kulturális kinövésként jellemeztem, tehát az egész woke kapitalizmus, a progresszív identitás politikai őrület, ez valójában egy vívő anyaga a globális nagy tőkének. Ez az emberek megtévesztésére, az ellenállás elcsatornázására szolgál. Nincs vita ebben. Pusztán ezzel kívánsz harcolni, akkor az egy hiába való küzdelem. Jó, értem, tehát ebben egyáltalán nincs vita köztünk, mint hogy abban sem, hogy egyébként a kapitalizmusnak a mai formája, de én azt mondom, hogy a kapitalizmus mai formája az a globál kapitalizmus. Az nem jó, mert hogy ez 1% birtokolja a javakat, úgyhogy a 99% az egyre szűkül, egyre kevésbé a társadalom döntő többségének az érdekérvényesítő képessége, sőt már a saját munkaerejének az újratermelő képessége is drasztikusan csökken, és minden egy nagyon szűk elit kezében összpontosul. De ez nem a kapitalizmus hibája önmagában, mert a kapitalizmus pontosan a versenyről szól, arról, hogy mindenkinek lehetősége van. De verseny akkor sincs, amikor nemzeti kereten belül egy ágazat úgy struktúrálódik át, hogy kizárólag egy versenyző van mondjuk egy közbeszerzésnél. Oda szeretnék kiukadni, hogy lehet, hogy akkor abban meg tudunk alkudni, nem tudom, hogy a globalizáció kritika, legalábbis az én értelmezésemben egyszer, mint kapitalizmus kritika is a mai világban. Tehát magyarul az oké, hogy tűrhetetlen az, hogy a globális 1% uralkodik a globális 99% felett, de azzal sem lehet megalkudni, hogy amikor a nemzeti 1% uralkodik a nemzet másik 99%-a felett. De azt gondolom, hogy a nemzeti 1%, tehát itt nálunk nincs ilyenről szó, bár nyilván ez egy politikai
hogy mondjam, síkra terelné. Ó, lehet, hogy 2% volt, lehet, hogy 2% volt. Azért az egy elkerülhetetlen dolog, és az valóban a kapitalizmus velejárója, de az nem feltétlenül negatív velejárója, hogy mindig lesznek vagyonosabbak, tőkésebbek, akik vállalkoznak, befektetnek, munkahelyeket teremtenek, munkát adnak, és lesznek olyanok, akik egyébként ebben a rendszerben megtalálják a helyüket egy alacsonyabb szinten. Ebben kell megtalálni az arányt. Ebben megint nem fogunk összeveszni, csak hogy a nagy kérdés az, hogy az, aki vagyonosabb lesz, az a kizsákmányolással szerzett extra profitjából mennyit ad vissza. Nekem ezért volt 2010 óta, és van a mai napig vitám az egykulcsos adórendszerrel, mert itt Magyarországon belül, pedig ebben még legalábbis egyenlőre Magyarországnak szabadsága van, hogy az adórendszerét hogyan állapítja meg. Ez az adórendszer, ez finoman szólva nem arra ösztökéli a hazai 1-2%-ot, hogy többet adjon vissza abból, amit mások kizsákmányolásával megnyert. De a egyébként meg a akkor beszéljünk rendszerről, annak a berendezkedése mégiscsak arra ösztökéli, hogy valamilyen módon a megszerzett profitot azt tartsa itthon. És szerintem ez a legfontosabb jelenleg, mert nem az az elsődleges problémánk, hogy Magyarországon belül hogyan osztjuk el a javakat. Nyilván ez egy nagyon fontos kérdés, de az elsődleges problémánk az, hogy ne menjenek ki innen, mert 20-30 éven keresztül így húztak ki. Korrigálni, igen, ezt elismerem, tehát az elsődleges, de nem kizárólagos probléma, illetve cél, hogy az itt megtermelt tőke maradjon itthon. Két szépség hiba van viszont ezen a törekvésen, hogyha ezt most kormányzati törekvésként definiáltuk a egy perccel ezelőtt. Az egyik az az, hogy ez mindig szép és jó lenne, hogyha az elmúlt 13 év felhalmozása az a termelő ágazatokban, tehát nemzeti burzsuázia részéről a felhalmozás termelő ágazatokban történt volna. Viszont az a helyzet, és én itt hoztam ugye képbe az autóipart, illetve az akkumulátorgyártást, hogy a nemzetgazdaság vezető termelő ágazatai ma is, ma még jobban multinacionális kézben vannak, mint mondjuk 2010 előtt. Még kiszolgáltatottabbak vagyunk a multinacionális tőkének, tehát magyarul. Itt a szerintem nagy termelő kapacitásokat még csak nem is Lőrinc tartja kézben, érted, vagy más ilyen neves nerlovagok, hanem a német, meg a koreai, meg az égtudja. Ők elsősorban a munkahelyteremtés szempontjából nagyon fontosak, mert a rendszerváltás utáni legnagyobb problémánk a munkahely, a munkanélküliség volt, és ezt ebben a multik kikerülhetetlenek sajnos. Tehát még egyszer, az egy fontos célkitűzés lehet, számomra is fontos, bár nem kizárólagos célkitűzés, hogy az itt, tehát Magyarországon belül megtermelt javakat tartsuk itthon. De ez nem működik addig, amíg a termelő kapacitásaink döntő hányada külföldi kézben van. De a legfontosabb. Nem működik addig, amíg itt belül, és erre még mindig van egyenlőre mozgásterünk, mármint hogy Magyarországnak, nem seprűzzük ki az offshore lovagokat. De a legfontosabb... Én, Zsolt, több olyan törvényjavaslatot is beterjesztettem a házba, ami arra vonatkozott volna, hogy Magyarországon ne lehessen áttekinthetetlen Virgin-szigetekbe, meg Panamába mutató tulajdonosi struktúrával cégeket egyszerűen be se jegyezni, nem, hogy a közbeszerzésekben ne vehessenek részt, ne is lehessen működniük ilyen cégeknek. Ezt az állítólag nemzeti szuverenista a parlamenti többség úgy söpörte le, mint a húzat. De a lakosság szempontjából legfontosabb területek, tehát a közművek, a közlekedés, az olajellátás, ezek ma már magyar állami tulajdonban van, vannak. Ezt annak azért nem mondhatjuk, hogy a multik mindent ezt visznek. Önmagában ezt a tényt én üdvözöltem is annak idején ellenzéki képviselőként. A gond azzal van, hogy ezt hiába vonod úgymond nemzeti kézbe, hogyha közben a nemzeti kézen olyanok élősködnek, akik a megkaparintott hasznot rögtön egy offshore paradicsomba ki tudják szivattyúzni. De mondom, egyébként önmagában a tény... Nem csak egy kicsit ilyen erős retorikai ez az offshore-ozás. Tudom, hogy léteznek offshore cégek. Rendben, akkor te nevezd retorikainak. Mondom, ezen annyiba lépjünk túl, hogy abban egyetértünk, hogy önmagában az alapvető közműveknek a nemzeti kézben tartása, az fontos. Sőt, tovább megyek, az annak idején 94 és 98 között hazárulás volt egész egyszerűen, hogy EBEC 30-adjára
elherdálták, kiárusították a nemzeti közszolgáltatásokat. Köszönjük szépen a nagyon izgalmas beszélgetést, és főleg azért, mert olyan ott hagytuk abba, ahol még legalább ennyi beleférne, úgyhogy folytassuk. Nagyon köszönjük Siffer Andrásnak, köszönöm, hogy szépen fellátogatott hozzánk. A nézőknek nagyon köszönjük a figyelmet, mint az előbb már ígértem. Jövő héten Fodor Gáborral folytatjuk. Hát szerintem nagyjából akár ugyanígy. Viszontlátás. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi!